A Déliné Kulturális Központban az adventi koszorú harmadik gyertyáját, a szeretetét Hubai Imre, a megyei közgyűlés elnöke gyújtotta meg, és kívánt a szeretet ünnepéhez kapcsolódóan mindenkinek szeretetteljes, békés karácsonyt. Miről másról szólhatna egy adventi beszéd, mint magáról, az advent üzenetéről, és magáról, a harmadik vasárnap üzenetéről, a szeretetről. A szeretetről, amely nem önmagától való, hanem az ember lelkéből fakad, ami abból a töltekezésből táplálkozik, amit advent idején itt telteli szívvel, reménykedve a megváltó eljövetelében, és feltétel nélkül szeretve tudunk csak megélni. A feltétel nélküli szeretet, amiről Jézus Krisztus tanítása is szól, hogy nem feltétlenül csak akkor szeretünk, ha mindent úgy tesznek, ahogy az a mi kedvünkre való, hanem úgy is tudunk szeretni, hogyha nem feltétlenül a kedvünkre való, de szerethető. Akár ember, akár a hitünk, akár a hitből fakadó megerősödésünk. És itt a harmadik vasárnap, amikor már hitben és reményben gazdagon átlépünk advent második felébe, akkor már csak a megváltó eljövetele és a vele együtt való öröm, amire várunk. De azt is jól kell látnunk, hogy így a harmadik vasárnap előtti estén hogy haladunk magunkban, hogyan haladunk az adventben. Meg tudtuk-e tisztítani a szívünket a terhektől? Hátra tudjuk-e hagyni a nehézségeket, ami feszítik az életünket, feszítik a gondolatainkat, a párkapcsolatainkat, akár a rokoni szálakat, és le tudjuk-e tenni, mielőtt megjön a megváltó. Mielőtt megköszönhetjük, hogy nem csak mi szerethetünk, hanem bennünket is viszont szeretnek. Olyannak, amilyenek vagyunk. És nem csak azért, mert kedvére teszünk valakinek, hanem azért, mert a lényünk, a jelenlétünk és a gondolataink pótolhatatlanok. Pótolhatatlanok azoknak a számára, akikkel megosztjuk az életünket. Megosztjuk az életünket egy családban, az utcai lakóközösségben, vagy a tömbházban. Megosztjuk az életünket egy városban, egy megyében. És nemzettestvérei vagyunk a határokon belül élő, mintegy 10 millió magyarnak, és a határainkon kívül élő, mintegy 4,5-5 millió magyarnak. Vajon tudjuk-e egymást olyannak szeretni, amilyenek vagyunk? És ha szeretjük egymást, akkor elfogadjuk-e, hogy bennünket is olyannak szeretnek, amilyenek vagyunk? És nem lépünk túl azon a határon, hogy megváltoztassunk kényünk kedvére másokat. És nem mi sem változunk csak azért, mert elvárnak, hanem adunk önzetlenül, és gazdagítjuk egymást hitben, reményben, szeretetben, és tudunk osztozni feltétel nélkül egymás örömében. És erről fog szólni a következő vasárnap, a jövő vasárnap, hogy a szeretetben gazdagon tudunk-e örülni annak, hogy ezt az évet is megéltük. És eljön a megváltónk, megvált bennünket a földi bűneink alól, és aki büntelenül éli az életét, annak pedig megadja azt a lehetőséget, hogy teljessé váljon az öröm, teljessé váljon az advent, és teljessé váljon ez az üzenet, amit már nem tudunk, meg nem történti, és nem tudunk, nem is akarunk
meg nem történtté tenni, hogy Jézus Krisztus megszületett, leélte az életét, azt a keveset, ami jutott neki, de boldogan áldozta az életét, mert ezzel magára vehette az emberiség bűneit. És ma itt lehetünk 2000 elteltével az ő lelki útmutatója alapján megélhetjük advent üzenetét, és megélhetjük a hitünket. Támogathatjuk egymást, egymás hitében, és reménységben, szeretetben és örömükben. Én azt kívánom minden kedves karcagi polgártársamnak, hogy ahogyan azt mind a város vezetői, mind egyházaink vezetői, mind a közösségeink vezetői, vagy családjaink vezetői iránymutatása is és példamutatása is már megerősítette bennünk, hogy ez egy erős és összetartó közösség, és ha kívánni lehet, akkor ennek a közösségnek mindenki legyen gazdagon, bőségesen és örömben megáldott tagja, és legyen a saját kis mikrokozmoszban, a saját kis életében, a megváltó eljövetelében hívő, reménykedő, szeretni tudó és örömökben élő ember. Ha ezt az üzenetet megértjük, és mi magunk is átadjuk magunkat az örömteli várakozásnak, és őszinte, tiszta gyermeki szívvel tudunk örülni a megváltó eljövetelének, ezzel megéljük az advent üzenetét, nem csak megértjük. Hagyjuk magunk mögött ennek az évnek minden nehézségét. Azt is hagyjuk magunk mögött, amiben nem tudtunk hinni. Vagy ami mérgezte a reményt, vagy aláásta a szeretetet, vagy örömtelenné tett bennünket. Ezeket hagyjuk hátul. Hagyjuk meg ennek az évnek az emlékezetében, tanuljunk, és bízzunk magunkban, a közösségeinkben, bízzunk vezetőinkben, hogy jó irányba fogják vinni a dolgainkat, és hogy megélhetjük azt, hogy továbbra is szabadon, saját magunk sorsa fölött rendelkezve, erős közösségben tölthetjük hátralévő életéveinket, jó egészségben, erőben, megtartó közösségben. Köszönöm szépen polgármester úrnak, hogy a mai gondolataim megosztására lehetőséget biztosított, és mindenkinek kívánok továbbra is advent második felébe lépve hitben, reményben, szeretetben és örömben gazdag adventi várakozást, kellemes és békés, boldog karácsony, majd pedig, amikor eltelik az év, az új év, és megérkezik az új év, akkor békében és további hitben, reményben, szeretetben és örömökben gazdag 2023-as esztendőt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! A gyertyagyújtáson vers és mesemondással közreműködött Kundra Hanna és Somogyi Olivér, mindketten a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Óvoda tanulói. Az adventi játszóházban a Kopogók és a Topogók néptánc csoport műsora után kicsik és nagyok süthettek mézes kalácsot, játszhattak a népi játszóházban és kézműveskedhettek is. A felnőtteket a Rumikub, a kicsiket Babakuckó várta. A napot a Csimota zenekar karácsonyi gyermekműsora zárta.